Bőséges havazás nehezítette meg Bukarestben a mindennapi tevékenységeket. A mintegy fél méteres hótakaró jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. A járdákat fedő hó miatt az emberek az úttestre kényszerültek. A parkolóautókat több helyen úgy kellett kiásni a hó alól a tulajdonosaiknak. Már aki vállalkozott erre. A szűkebb utcákban a felhalmozott hómennyiség csak szűk teret engedett a közlekedő gépkocsiknak. Egyes villamosok elakadtak. A főpolgármesteri hivatal arra kérte a lakosokat, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el az otthonaikat, hogy a hóeltakarító gépek munkáját ne akadályozzák. Az iskolákban hétfőig szünetel az oktatás, a havazás fennakadásokat okozott a távolsági közlekedésben is. Az északi pályaudvaron több utas azzal szembesült, hogy a járatát törölték. Azok a vonatok, amelyek mégis közlekednek, jelentős késéseket halmoznak fel. Az ország déli részén lezárták az A2, A3 és A4 autópályákat. A Tárom légitársaság az Otopényi repülőtérről induló több járatát törölte, közötte a Kolozsvárra tervezettet is. Az előrejelzések szerint a havazás után erős szélre lehet számítani, az ország délkeleti részén sárga riasztás van érvényben.